Több mint 10 éve alkotnak összetartó közösséget a bajai öregfiúk. A gárda hetente egyszerül össze, ilyenkor főzéssel és beszélgetéssel töltik az időt, emellett kirándulással és foci meccseken tartják a kapcsolatot. A veszélyhelyzetben most úgy döntöttek, hogy segítséget ajánlanak a nehéz körülmények között élő családok számára. Volt a Sárközi Pisti barátunknak egy ötlete, hogy dobjunk össze valamennyi pénzt, és hogy ugye a bajai a mostani BSK-nak, a felnőtt csapatnak a Lua az utánpótlása. És hogyha ott esetleg vannak olyanok, akik a szülők esetleg elvesztették a munkájukat, vagy nincs bevételük, így igazából kértük a vezetőjüket, hogy nézzenek, hogy ki az a 7-8 gyerek, akinek esetleg tudnánk így kaját kivinni. A sportolók az egyik helyi étterem segítségével meleg ételt szállítanak ki olyan családoknak, akik a járvány időszaka alatt kerültek nehéz helyzetbe. A focisták mindezt a saját zsebükből, az összeget egymás között szétosztva valósították meg. Persze, hogy jó érzés, amikor itt tudom én, mindenkinek ugye már gyerekei, nagy felnőtt gyerekei vannak, unokáink vannak, és hát azért tudjuk, hogy milyen az, amikor esetleg segíteni kell egy gyereknek például, vagy a szülőknek. Az akció egy hónapig tart, de a sportolók jelenleg is azon vannak, hogy a támogatást hogyan tudnák meghosszabbítani a járványidőszak végéig.